Sokan az utolsó pillanatra hagyták a gázkészülékek éves ellenőrzését és karbantartását. Csak hogy a szezonban akár heteket is kell várni a fűtésszerelőkre, mert kevés a szakember. Amikor pedig kiderül, hogy baj van a gázkazánnal és elkerülhetetlen a csere, a sokkolja a családokat, milliós tételt jelenthet egy ilyen beruházás. Magyarországon 500 ezer háztartást érint ez a probléma. A gáz gázkészülék éves karbantartását végzi a fűtésszerelő. Most még menthető a kazán, de hamarosan cserélni kell, ami viszont egy másfél millió forintjába is belekerülhet a tulajdonosnak. Nem tudom rá kényszeríteni, hogy cserélje ki maximum. Azt tudom, hogy elzáratom a gázát, beszólok a hatóságnak, hogy nem alkalmas a készék, vagy esetleg életveszélyes, innentől kezdve villanyjal tud fűteni. Tehát semmi más alternatíva nincsen. Egy nemrég életbe lépett uniós rendelet szerint csak úgynevezett kondenzációs kazánt lehet beépíteni a lakásokba. Ez viszont tönkreteszi a hagyományos alumínium elvezetésű gyűjtőkéményeket. A készülék cseréje, a kémény átalakítása, az engedélyek beszerzése és a munkadíj rengetegbe kerül. Aha. Ez a legtöbb háztartásnak igen megterhelő. 500 ezer családot érinthet ez a probléma Magyarországon, mondja a Magyar Gázipari Vállalkozók Egyesületének elnöke. Ha beüt a ménkű és muszáj jön szóba, akkor azt elég nehéz menedzselni. De akkor is azért vannak többfajta hitellehetőség, vagy családi összefogás, társasházok esetében a kötelező megtakarítások, stb., amit talán segítséget tudnak nyújtani ilyen átmeneti kölcsönként ebben a kérdésben. Komoly problémát jelenthet azoknál a fogyasztóknál a szabályozás, akiknél az égés és termék elvezetés gyűjtőkéményen keresztül történik. Ha a társasház egyik lakójának tönkre megy a készüléke, akkor az összes lakó köteles vállalni a kazáncsere és kémény átalakítás költségét. A gyűjtőkeménybe ugyanis csak azonos típusú készülékek köthetők be. A magyar gázipari vállalkozók egyesületének elnöke azt mondja, hogy a társaság 95%-ának nincsen megfelelő gyűjtő kéménye, úgyhogy már csak idő kérdése, hogy mikor és mennyibe kerül majd egy-egy családnak a fűtéskorszerűsítés.